A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet északi részén vagyunk. Pusztaszeri Büdösszék és a Vesszőszék közötti pusztát legelő bivajok vannak a hátunk mögött. 2003 óta tartunk itt bivajt, elsősorban élőhelykezelési céllal. Ugye a természetvédelem előszeretettel veti be a bivajokat. Miért is? Látszik, hogy szinte mindegyiknek iszapos a háta, és dagonyázásukkal nyílt vizeket alakítanak ki a korábban elmocsarasodott területeken. Környezetkímélőbb megoldás ez, mint hogyha gépekkel, százúzóval, vagy akármilyen kotrogépekkel kezelnénk ezeket a nádosokat. Ha elnézzünk jobbra, akkor már nyílt vízfelülettel a pusztaszeri vesszőszéket látjuk. Mint említettem, 2003-ban indult ez az élőhelykezelési program, és mindegy 4-5 év alatt gyakorlatilag a 30 hektáros nádas területből ugyanakkor a nyílt vízű élőhelyet sikerült kialakítanunk, ami elsősorban a parti madaraknak vagy a vízhez kötött közelbe a csajtón fészkelő gémeknek kedvez, mint táplálkozó terület, de az őszi madárvonulás során is több tízezer vadudat, illetve darvakat tudunk megfigyelni ezen a területen. Most ide jöttek érdeklődve hozzánk a bivajok, egyébként ők kezes jószágok? Hozzászoktak az emberhez? Abszolút nem szelidek, de viszont nagyon kíváncsiak, és ez a sor, ami itt fölállt a hátam mögött, ez is az bizonyítja, hogy megláttak minket itt a villanypásztor közelében, és 50-100-150 méterről is elindultak, hogy megnézzék, hogy mi ketten vajon itt most miért jelentünk meg a pusztán. Tehát a pusztaszeri vesszőszéknél néztük meg a bivajokat, ha tetszett, ne felejtsenek el lájkot nyomni és feliratkozni a csatornánkra.